előfutamban, de igazából nem számottevő egység, közel fél másodperccel voltunk gyorsabbak náluk. A képen éppen a magyarok. Ugye ötös pályán elől Kajner Gyula, mögötte Fehérvári Vince, aztán B. István, Hegedűs Róbert. Már a tavalyi világbajnokság óta van a magyar négyesben egy ilyen bizonyítási kényszer, hiszen ott is a rajtot elrontották középen, aztán már hiába jöttek remek tempóban, a végére nem érték utol az élen haladókat. Tavaly egyébként a világbajnokságon az egyel hozzánk közelebb lévő hatos rajtszámú fehér hajóban az oroszok nyerték Kisenko vezérevezésével. A középfutamban most a magyar hajónak van a legjobb ideje, de a legnagyobb ellenfélnek mindenféleképpen az oroszokat gondolom. A rajtgérnek nagyon igyekezni kellett, mert Kajner Gyula és fölöttünk a norvég hajó borzasztó gyorsan indította meg a négyes, talán a vége még zökkent is egy picit. Norvég hajóban egyébként a második helyen Knut Holman ül, ez azért meglepetés, mert hosszabb távon jobb, de már a magyar hajóra kilóg, vezet a norvég hajó a második helye, hogyha ezt a tempót tudják tartani, akkor már négyesben egyszer nem lehet változtatni most már a sorrenden, biztos, hogy nem lehet, és ugyanúgy, hogy kajak kettesben nagy volt a különbség, kajak négyesben is 200-on nagy különbségnek számít, Kajner Gyula a végén már nem is elvezet, sőt azt a luxust is megengedte magának, hogy jobbra nézegetett, még be se futottak. Kajak négyesben 200 méteren ekkora fölénnyel nyerni, második helyen a norvégok jöttek be, és harmadik helyen talán az olaszok. De a véghajrában lehet, hogy az olaszok becsúsztak a norvégok elé. És a hetedik aranyérmét kapta ez az ünneplő tömeg, és persze akik a TV képernyői előtt ülnek. B. István ott a harmadik helyen, első világbajnoki győzelme. Kajak kettesben már egy VB bronzzal rendelkezik, még 94-ből. Nagyon szoros befutott, és Kajner Gyula itt már emeli a lapátját, és belefért még ez is. A tavalyi világbajnok pedig nem kerül fel a dobogóra. Hát ez most már egyszer is mind a végső mérleg megvonására is alkalmat ad, legalábbis ami a mieinket illeti. 7 arany, 5 ezüst és 5 bronzérem. Az 17, akárhogy is nézem. Úgyhogy a várakozás, jó, voltak ennél még optimisztikusabb várakozások, de azok nem ennek a... Te is? Igen. Ha kérdezték, akkor én 10-et mondtam, de ez olyan kvázi álom volt, hiszen 9-et nyertünk idáig a legtöbb aranyérem számot tekintve, méghozzá Tamperében, illetve Pont Duisburgban 95-ben a világbajnokságon.